Már elkezdtek dolgozni a festők a zombai művelődési ház falain. A településen kihasználva a koronavírus járvány okozta kijárási korlátozást, és ezzel egy időben a rendezvények megtartásának felfüggesztését, belülről felújítják a helyi művelődési házat. Ezzel is felkészülnek a veszélyhelyzet utáni zsúfolt időszakra, mondja Toláci József, az intézmény vezetője. Több helyi civil szervezet eddig beütemezett különböző kulturális rendezvényei kerülnek át más időpontra, addigra pedig végeznek a belső munkálatokkal. Sajnos a művelődési házban meg kell tartani ezt a kötelező felújítási feladatokat, amit most az ifjúsági téren végeznek, meg mindenhol végig takarítunk a koronavírus miatt, de nagyon nagy hátrány érte az embereket, a települést ezzel, mert azért minden civil szervezetünk most szeretett volna évet zárni, minden civil szervezet megtervezni az évét, a nyugdíjasoknál például választás lett volna, a Táncsoport asszonykórus, illetve a Hagyományos Egyesület asszonykórusa a 25 évét ünnepelte volna, a Táncsoport a 30 évét, tehát nagyon sok rendezvényünk elmaradt. Ami gondolom be fog jönni majd a későbbiek folyamán, erre próbálunk most ráállni, hogy mindent előkészítsünk, hogy ahogy szabad és megnyílik, akár május vége, de június eleje közepe, akkor rögtön el tudjunk indulni, és mindenkit ki tudjunk szolgálni. Mert amit látunk, hogy a nagy rendezvényeink azért elmaradnak. Ha nagyon bizakodóak vagyunk, akkor a szüreti nap, a szeptember végi szüreti nap talán tartható. Nagyon nagy gondot jelent ez civil szervezetek életébe. A magam részéről a Táncsoport életébe, hogy 70 gyereket, mondjuk azt, hogy célnek eresztettünk, tartjuk a kapcsolatot, de igazán nem. Tehát amit 30 év alatt felépítettünk, azt ez a koronavírus, bízunk benne, hogy nem fogja szétrugni, nem fogja kettétörni, de gondolom, hogy nehéz lesz újraépíteni az egész, újraépíteni egy-egy műsort, de az a jó benne, hogy azért a Facebook, az interneten tudjuk tartani a kapcsolatokat. Bízom benne, hogy úgy alakul a dolog, hogy fel tudjuk készíteni úgy a műfázat, hogy mindenkinek az igényeinek megfeleljünk, illetve mindenkit be tudjunk programozni, mert az elmaradt esküvők közül két-három lakodalom már bejönne a művelődési házba, ahogy tudunk dátumot. Tehát nem lesz könnyű az újraindulás, olyan sok rendezvény, de addig jó, mert ez a mostani állapot, ez kegyetlen. A felújítás jól időzített, mondja Zomba polgármestere, hiszen az épület belső festése már esedékes volt, de nem tudták kivitelezni eddig, ugyanis folyamatosan egymás követve zajlottak az események a művelődési házban. Minden önkormányzati épülete ráfér időközönként egy kis tatarozás, hogy úgymond, és most ezt az ínséges időszakot használjuk ki arra, hogy tudjuk nagyon jó, hogy a zombai műfáz rendezvényekkel dúsította a normális időszakban, most viszont van egy kis holt idő, sajnos ennek a koronavírusnak köszönhetően, hogy idézőjelben mondjam. Az egyik részét csak a úgynevezett kiszolgáló helyiségeket, vagy a régi IKST termeket újítjuk fel, ahol volt egy kis vakolatpergés, meg hát tulajdonképpen elkoszosodott. Most van lehetőség arra, hogy ilyen részben itt megoldjunk, de hát ugyanezt csináljuk az önkormányzat összes többi épületénél, itt mondhatnám akár az óvodát, mondhatnám a konyhát, ugye az óvodánk nem állt le, de csökkentett létszámmal megy, tehát néhány gyerekkel üzemel csak, tehát egy-egy terembe elférnek, a többit tudják takarítani. A konyhán ugyanúgy van, egyharmad létszámnyi adagfőzés történik most, ugye nincsen iskola, csökkentett óvoda létszámmal, nincs a paradicsompusztai nevelőotthon, akiknek szintén az élelmezését a mi konyhánk látja. Most az embereket, hogy tudjuk foglalkoztatni, és hasznosan tudjuk foglalkoztatni, ne csak a bent lévő tért kapják a bérüket, ezért próbálunk ütemezni ilyen munkákat. És ez igaz az önkormányzat épületére, orvosi rendelőre, amit az önkormányzat használ, tehát minden épületre. Ugye megkaptuk az információkat a kormányhivataltól is, meg hát fentről a kormány részéről is, hogy hát ez a helyzet, ez az önkormányzatokat is valamilyen formában fogja érinteni, és hogy hát egy rasszonyosan gondolkodó vezető az azért ilyenkor behúzza a kéziféket, és nem engedi szabadjára a gyeplőt, tehát nagyon meggondoltan, és ténylegesen csak pár tízezer forint, vagy százezer forint értékben, tehát nem több milliós nagyságrendűek ezek, hanem ténylegesen azok a szükséges
úgynevezett tisztasági munkák, hogy ebbe beletartozik a vírus miatti fertőtlenítés is, fokozott a fertőtlenítés, tehát összegszerűen nem rúgunk ki nagyon, tehát nem milliós nagyságrendről van szó, hanem pár százezer forintról, ami ténylegesen szükséges, úgyis meg kellene oldani. A belső felújítás összege nem jelentős, így az éves karbantartási keretösszegből tudják fedezni a pár százezer forintos kiadást, mondta a polgármester.